Otto Wagner tervezte, a bécsi szecesszió későbbi nagymestere, de olyan fiatalon, hogy később inkább letagadta. Egy szűk belvárosi utcában vagyunk, a Rubaksebestyén utcában, és azért itt, hogy megnézzük Budapest talán legszebb zsinagógáját. A zsinagóga 1869 és 73 között épült, tehát 150 éves nagyjából, tervezője pedig Otto Wagner volt, a bécsi szecesszió akkor még ismeretlen későbbi nagymestere. 26 éves volt akkor, amikor megbízást kapott a zsinagóga tervezésére, de befutott építészként már nem szívesen emlékezett erre a korai épületére. Az építkezés 1870-ben kezdődött, és Otto Wagner egy bécsi kollégájával, bizonyos Kalina Moorral dolgozott együtt, aki később Budapest híres építésze lett, gondoljunk például a most éppen visszaépítendő Honvéd palotára a várban. Kalina Moor bizonyos részletek kidolgozásában is részt vett, és tulajdonképpen ő képviselte Otto Wagnert Budapesten, és később itt is telepedett le. Közös munkájuk közvetlenül kapcsolódik a kiegyezés utáni évekhez és a zsidó egyenjogosítási törvényhez, továbbá az 1868-69-es ortodox neológ szakadáshoz. Korábban a Madástér helyén az Orci házban működött a pesti zsidóság első központja, zsinagógákkal, kisebb imaházakkal. Előbb készült el a neológ Dohány utcai nagy zsinagóga, és mellette szükség volt egy régi szertartású zsinagógára is, ez lett a Rumbaksebestyén utca. Ugyan jól hangzott a pesti zsidó háromszög szlogenje, miszerint a Dohány utcai a neológokhoz, a Kazinci utcai zsinagóga az ortodoxokhoz kötődött, a Rumbach utcai pedig a harmadik utas, úgynevezett status quo ante irányzaté volt, de ez ugyanez a neológ pesti izraelite hitközség zsinagógája volt. Bár inkább a konzervatív ízlésű híveké, akiknek nem különösebben tetszett a Dohány utcai zsinagógának a túl templomias hosszanti elrendezése, ők inkább a centrális térhez ragaszkodtak jobban. Egyébként így is szép szimbólum volt, nevezetesen az, hogy félúton helyezkedik el a Rumbach utcai, a régi Orci házbeli zsinagóga, ortodox zsinagóga és a Dohány utcai között. A viszonylag rövid és keskeny Rumbaksebestyén utcában, ebben a zárt körű beépítésben a zsinagóga két viszonylag jól elkülöníthető részre választható szét. Egyrészt van a homlokzat, a négy emeletes szimmetrikus homlokzat, ami elsősorban Moor stílus jegyeit viseli magán, két minaretszerű toronnyal. Egyébként valahol a keleti és a szecesszió, a korabeli szecesszió között félúton. A főbejárat három kapuja felett a szecessziós indamotívumokkal körbefogott héber idézet a következő: ez az Úrnak kapuja, igazak mennek be azon. A főpárkány középpontjában Mózes két kőtáblája áll, a szürkés sárga vakolást vörös téglából készült csíkok és kék színű zománcos téglák díszítik. Az udvar felől ehhez csatlakozik a nyolcszögletű zsinagógaterem. A keleti ornamentikájú minaretszerű tornyokkal díszített utcafronti főépületben kaptak helyet a rabbi, a kántor és a samesz lakásai, egy ideig a tanítóképző, a Tóra egylet, valamint a hitközség leányelemie. A belső tér kialakítása tehát a konzervatív hagyományokhoz igazodott, de a kornak megfelelő technikai színvonalon állt, ugyanis az öntött vas épületben való használata akkor még újdonságnak számított, főleg nem a szerkezetbe rejtve, hanem ilyen látványos statikai elemként, úgyhogy az engedélyeztetésekor Otto Wagnernek külön személyesen kellett felelősséget vállalni az épület stabilitásáért. A külső homlokzat nem készít föl a belső szinorgiára. Középen a díszes kupola, amit 8 plusz 8 díszes öntött vas oszlop tart, a fején
az oszlop fönn alhambra, mórtípusú alhambra mintákkal. A zsinagóga építészetben jellemző a mór stílus. Ez egyrészt a zsidóság keleti eredetére utal, mások szerint, ahogy a muzulmán vallásra, a zsidó vallásra sem jellemző a figurális ábrázolás, így szívesen alkalmazták újra a muzulmánok által tökére fejlesztett geometrizáló mecsetdíszítéseket. A zsinagóga és közösség egészen az 1940-es évekig virágzott, a háború idején aztán előbb Lengyelország német megszállása után a lengyel zsidó menekülteket deportálták ide, majd szintén a zsinagóga udvarából vitték el azokat a rendezetlen állampolgárságú kelet-európai zsidókat, akiket aztán 1941-ben a megszállt ukrajnai Kamenyec-Podolszkban gyilkoltak le. A zsinagógához egy kis hátsó udvar is tartozik, és itt a falakon egy külön, tulajdonképpen titkos történetet nézhetünk újra végig. Ez például egy korábbi házfalának, szerintem 19. század közepi jellegzetes pesti-budai falépítése, ahol a téglát kővel keverték, és mindenhol megtartották, tehát itt a párkánnyal megtartották a korábbi ház szintjét, ott hátul egy másik háznak a háború idején még élő homlokzatát, és hátul is van egy olyan falsík, ami a korábbi itt álló kis zsinagógának, amikor a nagy épületet nem használták, itt volt egy kis zsinagóga, annak a falát, annak a magasságát őrzi. A gettó közepére került zsinagóga megsérült a világháborús bombázások során, tetőszerkezete is beszakadt. A háborút követően sérüléseit nagyjából kijavították, de a korábban több ezres közösség soha nem heverte ki a holokausztot. Az épület állaga is egyre romlott, sokáig zárva volt. 1979-ben a teteje újra beszakadt. Gazdagon díszített zsinagóga tér most is uralja a belsőt, és a néhány éve lezajlott rekonstrukció kifejezetten arra törekedett, hogy minél több átjárás biztosítson, minél levegősebbé tegye ezt a belső teret. Az eredeti elemeket, díszeket a tóraszekrénytől a festett fa mennyezet burkolatokig mindent a megfelelő anyagokkal az eredeti színekben és a megmaradt darabok alapján rekonstruáltak, így a tér nem csak vallási, hanem kulturális célra is használható. A tér centrumában áll az eredeti formában helyreállított bima, azaz tóraolvasó, és ennek akusztikai jelentősége is van, de a helyzet úgy kívánja, szenikai úton mindez az egész lesülyezhető. Itt van a széle annak a sülyezhető elemnek, amit ha kell, akkor el lehet tüntetni, le lehet sülyezteni. Ha fejünk a zsinagóga épület harmadik emeletére, egy remek interaktív kiállításon keresztül tekinthetünk be a magyar zsidóság történetének mélységesen mély kútjába, egy család történetén keresztül. A Policer család 200-300 éves magyarországi története Morvaországban kezdődik, ahol egy Eiszik nevű vándorhegedűsnek egy kisebb affér miatt 1740 körül menekülnie kell. Innen elvetődött Horvátországba is, ahol elcsábította egy cserzővarga lányát, és tovább menekült Magyarországra, egész pontosan a Felvidékre, és ott vette föl a család eredeti lakóhelyére utaló Policer nevet. Az orvosi hivatás aztán végigvonul a Policerek történetén, a 48-as, már magyar érzelmű katonaorvos Policer Illésen át, egészen Policer Ádámig, aki Bécsben a fülészet tudományának megalapítója lett, az egyetem professzora, Gustav Klimt barátja. A Policer család tagjai egyenjogúságot nyerve magyarok lettek, legtöbben kereskedelemmel foglalkoztak, aztán 70 év után jött a vészkorszak, a virágzó nagycsalád egy része a megsemmisítő táborok halt meg, amikor pedig a túlélők hazatértek, ingatlanjaikat államosították. Ők 1947 után kivándoroltak Amerikába. A Rumbach utcai zsinagóga viszont itt maradt, és ez a hátam mögött világító piros fény azt jelzi, hogy ez nem csak egy kulturális rendezvénytér, hanem még élő zsinagóga is. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely.
Ezt a videósorozatot két éve kezdtük el az Építész Fórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.